No, akkor nézzük a következő két replayt is, amit föltöltöttetek Discordra. Lássuk az elsőt. Cyber Dragon Rocket ellen. Hát... fene tudja. Ja, mondjuk nincsen a... várjunk csak. Ja, nincs a deckbe Romulus, úgyhogy akkor azt a playt nem lehetett volna megjátszani. Hát akkor talán ez volt a legkorrektebb, amit lehetett. De elég kevésnek tűnik. Egy védelem, egy nagy beater, meg egy Vivic. Vivic-sel mondjuk vissza tud valamit keresni, de látjuk. Viszont a Cyber Dragonnak nagyon jó kezdése van. Mondjuk ez a Malefic Cyber End, ez nem éppen használatos. Oké, Galaxy Soldierből. Galaxy Soldiert keres közbe, Hercet dobta, hogy tudjon keresni egy Cyber Dragont. Mindig oké. Okay. Lejött a Proto. Nem, a Cyber Dragon Core, nem Proto. Cyber Spell Trap-et tud adni. Igen. Itt a Seeger. Ó, hát ez bőven el lehet takarítani. Másik Galaxy Soldier, assistem vissza a izét. Advance per turn-es ez. Ja, ez van per turn-es, úgyhogy nem lehetett ezt még egyszer használni. Viszont ez hogy van? Egy Cyber Dragon hand vagy graveyardból. Egyik sem hatott volna level 5-ösnek? Nem. Hát akkor mindegy. Hát itt az lett volna a legjobb play, hogyha valahogy meg tudja csinálni a Infinity-t. Infinity effektjével elveszi a Darkness Metal Dragont, és utána szépen üt. És mikor üt, hogyha kapna egy Mirror Force-t, akkor meg le is tudja negálni azt az Infinity-vel. Ha jól emlékszem. Aha, igen. Helyette jött egy kiméretrek Fortress Dragon. Én a helyet viszont egy Mega Fleet-et tettem volna be, de az sincsen a deckbe. Mert a Mega Fleet az annyit tud, hogy nálad kell lennie egy Cyber Dragonnak. Az ellenfélnél bármi az extra monster zónába, és akkor azt a kettőt be tudja cserélni, és lesz egy 2400-as Mega Fleet. Annak az a lényege, hogy így a Vivicnek az effektje nem fog végbe menni. Na például itt egy Mega Fleet-et tudott volna, hogyha a Mirror Force már végigment. Na mi ez a Poli? Hát, ja, csak ha izét tudja, csak a Borrel Furious-t, akkor csak ezt a kettőt lehet. Viszont a Cybernetic Overflow az mindegyiket ki fogja nyírni. Ez így oké volt, csak mivel pusztult mindegyik, ezért keres is vissza. Oké, semmi. Ott is Brick. Dragon's Mirror-ról már tudja hozni. Thank you.
és itt a vége. Hát ez a Malefic Cyber and Dragon, ez egy elég nagy brick. Jó, itt meg akarok nézni, hogy van-e valami field spell. Mert a Maleficot csak úgy lehet lehozni, hogy van field spell. Hát én nem látok itt field spell-t, úgyhogy akkor az egy fölösleges kártya bele. A Maleficeknek az az effektje, hogy akkor, hát úgy van, hogy hogy akkor marad fönn, hogyha van field spell. De hogyha lehozod és nincs field spell, azonnal megpusztul. Na, lássuk a második kört, addig egy 0 rocketnek. Két set. Hát ez nem nagy kezdés, jó, mondjuk Cyber Dragonnal kezdeni nem is jó, mert általában mindig a Cyber Dragonnal, hogyha kezdesz, akkor általában, általában ki kell rakni egy Infinity-t, aztán meglátni, hogy az ellenfélnek mi van. Hát ez gyors volt. Kicsit kaotikusnak éreztem a kombózást, de attól még megtette a hatását. Hát ez elég gyors volt.